Független Fehér Orosz Köztársaságot 20 évvel ezelőtt, a szovjet uralom alóli felszabadulás idején kiáltották ki. A hazánktól észak-keletre fekvő szláv állam csak nem ugyanannyi lakossal, ám kétszer akkora területtel rendelkezik, mint Magyarország. Belorussziából, Brest városából látogatott Felső Zsolcára a Nagyesda népi tánc és ének együttes, hogy a nevükhöz hűen az ifjú táncosok reményt hozzanak városunkba. Дело в том, что мы узнали, что в прошлом году у вас случилось несчастье. Azért érkeztünk ma ide, mert megtudtuk, hogy tavaly árvíz volt Felső-Zsolcán, és nagy szerencsétlenség érte a várost. Azért jöttünk, hogy egy kicsit felvidítsuk a lakosokat, a gyerekeket, mosolyt varázsoljunk az arcukra, és a napot elhozzuk a városba. Mivel az együttesünk neve Remény, ezért reményt szerettünk volna hozni a felső-zsolcaiaknak. Együttesünk már 20 éve működik. Egy kis kultúrházban kezdtük meg munkánkat, amikor is úgy döntöttünk, hogy gyerekekkel fogunk foglalkozni, mert a gyerekek mindig örömet okoznak. Ők is örülnek, és a közönség is örül nekik. Mindenki közösen örül. Mindenhol nagy sikert értünk el, ahol eddig felléptünk. Mondhatnám, hogy bejártuk eddig majdnem az egész világot. Voltunk Oroszországban, Németországban, Lengyelországban, Cipruson, és nagyon kíváncsiak voltunk, hogy milyen fogadtatásban részesülünk majd Magyarországon. Nagyon vendégszeretőek a magyarok, ahol csak színpadra álltunk, mindenhol sikert arattunk. Most csak egy kisebb repertoárt mutattunk be, de a gyerekek szinte a világ összes népének a táncát ismerik. Ez összehozza az embereket, hiszen barátságok köttetnek a különböző nemzetiségek között. A gyerekek ezt nagyon élvezik. Soha nem gondoltak még arra, hogy magyar táncot is kipróbáljanak? De igen, a repertoárunkban megtalálható a magyar csárdás is, de ez elég bonyolult és nehéz tánc. Így csak a nagyobb gyerekek táncolják, a kicsik még nem tudják, de van csárdásunk is. Уже 6 лет. Мне нравится очень. Я начинал с Már 6 éve táncolok az együttesben. Még a kis csoportban kezdtem, akkor még egy másik tanárnővel, de most átkerültem ide ehhez a tanárnőhöz. Azért szeretek táncolni, mert a tánc közben szabadjára tudom engedni az energiámat, és ki tudok bontakozni. Így nagyon jól felszabadulok a tánc révén. A fehér orosz polka nagyon nehéz tánc, amit csak a fehér oroszok tudnak táncolni, mert nagyon erős láb kell hozzá, mert nagyon sokat kell zuhanni, ezt nem mindenki bírja. Én 2 éve táncolok, 6 évesen kezdtem. Pusztán az élvezet kedvéért táncolok, mert jól érzem magam közben. Sőt, még az anyukám is örül neki. A belorusz polka nagyon nehéz tánc. Erős láb, erős kéz és erős tüdő kell hozzá. Másfél éve táncolok. Nagyon szeretek táncolni, mert örömet szerzek az embereknek és mosolyt csalok az arcukra. Nagyon sok polkát ismerünk. Ahhoz, hogy el tudjuk őket táncolni, nagyon sokat kell edzenünk és gyakorolnunk. A belorusz népi tánc és énekegyüttes Felső-Zsolca város Ruszin kisebbségi önkormányzata meghívására lépett színpadra, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy közelebb hozza a felső-zsolcai közönséghez a fehér orosz kultúrát. A két nép történelmének köszönhetően mindig is jó viszonyban állt egymással. A magyar és a ruszin nép között nagyon szoros a kapcsolat, bár a régi időkből, mikor még Árpád fejedelem bejött a Vereckei hágon keresztül, kibebotlott először a ruszinokba, akik csatlakoztak hozzá, és segítettek hazát találni a magyaroknak. Milyen Magyarországon, illetve Felső-Zsolcán ruszinnak lenni? Mint már többször
hangoztattam, hogy nagyon jó, nagyon meg vagyok elégedve, hogy jó a kapcsolatom a város vezetésével is, tehát támogatnak, ahogy a mai rendezvényünkön is, szintén a polgármesteri hivatalnak köszönhetjük a rendezvények házát, amit úgy tudom, hogy ritkán adnak ilyesmire, úgyhogy nagyon szépen köszönöm most önök által is, és nagyon jó a kapcsolat, és nagyon jó Felső Zsoltán ruszinnak lenni. És miért fontos, hogy a ruszin közösség összefogjon? Mint többször említettem, a tavalyi árvíz ugye nagyon összehozza a népet, ugye a magyar, mint a ruszin.